Köszöntöm a kedves nézőket! Most aktuális és nagyon kell odafigyelni arra, hogy a kipárolgásra a nagy melegben, hiszen most jön a Fagyószentek olyan 28 fok meleggel, is kell sót enni, és nem is keveset, mert nagyon sok a sóvesztésünk ilyenkor, és az a másik probléma, hogy ebben az időszakban, amikor már kezdődik a tavasz, jön az eper, a cseresznye, a megy, és a gyümölcsöknek nincs elég nátriumtartalma, és nagyon sokan esznek gyümölcsöt. Jó a gyümölcs, mert nagyon értékes tápanyagokat tartalmaz a szervezet számára, viszont nem szokás gyümölcsleveket, gyümölcsöket megsózni. Tehát emiatt is van probléma nyáron, hogy felborul a kálium-nátrium-ion egyensúly, és túl magas lesz a kálium szint, és túl alacsony lesz a nátrium szint, és ez szív- és érrendszeri problémákat okoz, és ezért van az, hogy melegbe, mikor sóvesztés van, sokan szív problémákkal küzdenek, mert rossz a sószintjük a szervezetükbe és a vérbe. Ezt viszont csak úgy lehet elérni, hogyha legalább ilyenkor melegbe, egy átlagosan napi 3 deka sót javasolok egy átlagembernek, de ilyenkor 4-4,5 dekát, sőt nagy melegekben 5 dekát is szükséges, hogy bevigyünk a szervezetbe, mert nem kell tőle félni, hogy sok sót veszi, vagy sok lesz a só a vérünkbe, meg a szervezetünkbe, ugyanis ha magas a sószint a vérbe, meg a szervezetünkbe, akkor szomjasabbak leszünk. És ebben a melegben sok folyadékot is kell inni. Tehát ezáltal a folyadék bevitel és a sóbevitel semlegesíti egymást olyan szempontból, hogy a fölösleget kiviszi, tehát azért nem kell félni a túlzott sózástól, viszont a másik, hogy ez megkívánja, hogy vizet igyunk, és a víz meg viszont nagyon kell a keringéshez, hogy ne sűrűsödjön be a vérünk. Tehát nagyon fontos, hogy melegben a vízháztartás is jó legyen, és a sóháztartás is. És ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha egyrészt tiszta vizet iszunk, reverzózmosos eljárásos tisztított vizet, ami nincs visszaásványagozva, és desztillált vizet, és ezzel a sóval sózott ételeket fogyasztunk, de egyet tudni kell, nagyon sokan sós vizet isznak. A sós víz önmagában, meg a sófogyasztás önmagában csak így kanállal nem szívódik fel kellőképpen. Viszont ha ételt sózunk meg, akkor felszívódik a só. Akár lehet egy gyümölcslébe is tenni sót, zöldséglébe meg pláne szükséges, mert nagyon magas a káliumtartalma, és az ételeket is meg kell sózni, és ezáltal a szervezet sóháztartása is jól fog működni, a legnagyobb melegben is, és nem lesznek olyan rosszulétek, ájulások és egyebek, ami a legtöbb emberben is sajnos ilyenkor előfordul, hiszen vérképileg tudom igazolni, hogy 100 emberből 97 főnek van hiperkalémiája, magas káliumszint és hiponátriumiája, alacsony nátriumszint, tehát fel van borulva sejtszinten a kálium-nátrium-ion egyensúly, és ennek a megelőzése az, hogy csak a tiszta sót fogyasszuk, és csak olyan sót, ami rajta van a magyar szabványszám, mert ennek kötelező meglenni a 97%-os nátriumklorid tartalomnak, hiszen 2014-ben több mint 70 tonna sót vonattunk vissza a forgalomból, mert volt olyan, ami rá volt írva, hogy tiszta só, meg patika só, de csak 40-50%-os volt a nátriumklorid tartalma. Ez viszont nem jó sejtszinten a szervezet számára, mert egyrészt lerakódásokat okoznak a szervezetben, másrészt, hogy nem kapja meg a szervezetünk, illetve nem kapja meg a vér a megfelelő nátrium szintet, és ezért vannak keringési problémák az olyanoknál, akik nem sóznak eleget. A másik, amiről szintén beszélni kell, hogy nagyon sokan a sok gyümölcsöt fogyasztanak, és azt hiszik, hogy a gyümölcsen rugosítják magukat. Tudni kell, hogy Magyarországon ugye a citrusfélék azok nem itt teremnek, tehát a citrusfélék, a lime, a citrom és a grapefruit, ezek rugosítanak. Viszont magyar gyümölcsök között egyedül a megy rugosít. Ha nem megyet teszünk, az összes gyümölcs savasít. És ezért kell, hiába eszünk sok gyümölcsöt, a rugosításra is odafigyelni, és van egy olyan gabonaféle, amiből agyon sütjük, főzzük, bármennyit ehetünk, akkor is rugosít. Tehát Attila katonái is azért voltak erősek és edzettek, és azért tudták fél Európát elfoglalni, mert soha nem álltak meg étkezni, hanem a szákjukban mindig volt köles. És menet közben, hogy lovagoltak, belenyúltak és ették a köles, és ezáltal nem savasodott el a szervezetük, és a másik az, hogy nagyon értékes tápanyagokat tartalmaz a köles, és sokkal finomabb ételeket lehet belőle készíteni, mint búzából, vagy árpából, vagy rosból. Tehát ilyen szempontból is mondanám. Még egy dolgot mondok itt a nyári melegek kapcsolatban, hogy hát sokan
a sört ugye, hát fogyasztják, de rosszul fogyasztják. Étkezés előtt kell fogyasztani, és például Csehországban már orvosi vényre is felírják a sört azoknak, akiknek B-vitamin hiányuk van. Mert annyira magas a B-vitamin tartalma. Csak van egy rossz hírem is, a nullás és az A-s vércsoport nem ihat sört, nem jön nekik. Viszont a B-s és az AB-s vércsoportnak meg nagyon jó a sör. Tehát fogyasszanak minél többet. Az alkoholmentes sör is jó, és nem műpénzzel kell érte fizetni. És vannak viszont a különböző ilyen gyümölcsös sörök. Ezeknél az a probléma, hogy hát a két ételféleség, a gyümölcs és a gabona nem jól társítható, vércsoport szerint sem, meg egyébként sem. Tehát ilyen szempontból hiába tűnik egészségesnek az étel, nem javasolom, mert vagy gyümölcslevet fogyasztunk, vagy sört fogyasztunk. És ilyen szempontból még mindig jobb, hogyha a gyümölcslevet desztillált vízzel hígítjuk fel, és úgy fogyasztunk, úgy viszünk szervezetbe folyadékot, mint hogyha például gyümölcsös sört innen. Tehát ilyen szempontból nagyon kell figyelni a szervezetünk vízháztartására és a szervezetünk sóháztartására, mert tulajdonképpen nem is volt tavasz, most kezdődik a nyár, és még nincs is naptár szerint tulajdonképpen nyár, de ez hosszú ideig fog tartani, október elejéig, tehát ilyenkor fokozottan oda kell figyelni, hogy ne sűrűsödjen be az emberek vére, mert ha besűrűsödik, és azért nem kell félni a sótól, mert a só lugosít, és legtöbb ember sajnos el van savasodva, és ez a két dolog, a tiszta só és a köles nagyon jól lugosítják a szervezetet, és innentől kezdve egészségesebben tudunk élni, és egészségesebben tudunk mozogni. Köszönöm szépen a figyelmet!